és már sok fókát megöltél, Finnes. Hát, szóval persze, hát ez a munkám. A fókavadász a tengerben szembesül azzal, hogy bár az ember felsőbbrendűnek gondolja magát, a tenger lakói bölcsebbek, megfontoltabbak és empatikusabbak nála. Olyan az ember, mint a tengerpolitán, csak büdösen. Nyugodj meg, Rory! Ez csak olaj! A történetben nem csak a szivárgó tartályhajókról, hanem a műanyag hulladékról és az emberi túlfogyasztásról is szó esik. Nincs benne sok értelműség ebből a szempontból, hanem egyszerűen egy fókavadásznak és egy kis fókának a kalandjain keresztül próbáljuk a legkisebbeknek felhívni a figyelmét arra, hogy az embernek nagyon nagy a felelőssége. Természetesen nem pessimista az előadás, de a gondokra felhívja a figyelmet. A modern köntösbe öltöztetett népmese színrevitelekor az ősi árnyátékot írásvetítőn jelenítik meg a színészek. Egyszerű eszközökkel a fény és árnyék állandó jelenléte mellett különös csodák elevenednek meg a színpadon. Nehéz technika, az biztos, viszont nagyon rég nem szórakoztunk ilyen jól. Tehát ezeket a gépeket felfedezni, hogy az, amit magad előtt csinálsz, az hogy mutat egy ekkora képernyőn, ez olyan nagyszerű örömmunka volt, hogy tényleg így repült vele az idő, és nagyon jó volt ezekkel próbálni, és ezekkel dolgozni. A sok izgalmas, humoros, megindító kaland során a főhős fókavadász egészen más szemmel kezdi nézni a világot. Megtanultam a víz alatti leckét. Egyre többen vigyáznak a földre, mondja végül a főhős újdonsült barátjának, miközben ők a mese során mind közelebb kerülnek egymáshoz. Az előadás célja, hogy a legkisebbek figyelmét is ráirányítsa a környezetvédelmének fontosságára.